és a világ valamennyi országa számára vannak is kapcsolataink külföldi szervezetekkel, nem is kevéssel, például itáliai szervezetekkel. Katániában működik egy Árpád nevű ember, az magában is vitte 56 emlékét, és magában vitte 56 üzenetét. Nyilván nagyon sokan távoztak Miskolcról is, fontosabbaként meg lehet említeni például Fekete Simon diákparlamenti elnököt, vagy Gáti Szabó elnökhelyettest, vagy Láng Lajost, aki a MÁV igazgatóság munkástanácsának volt az elnökhelyettese, és a MÁV igazgatósági nemzetőr. Nagyon tiszteljük azt a bizony, és azt nem dr. Szántó György volt, aki Szőnyi Ferenc, aki egy darabig éltél Amerikában, de felhívta a figyelmünket, hogy itt föl tudjuk hívni ezt az orvosprofesszort, felhívtuk, és 4 órán belül elküldte a képet az emlékműről, amikor készítettük a kiállítást. Úgyhogy ez a magyar összefogásnak egy csúcs példája, ami nagyon szép teljesítmény, azért valljuk, hogy nem mindent tenni ezt meg, nem biztos, hogy jellemző.